Kedves hallgatók, a következő adás a kortex cerebriről szól. Elértünk a legmagasabb központhoz. Feldéstamból érdemes megemlíteni, hogy a Telenkefalon kezdetben elég kis mértékben volt csak képviselve, igazából mint bulbus olfaktorius volt jelen, és a többi agyhólyag még sokkal nagyobb volt arányában. Aztán ez az arány változik, és egyre nagyobb lesz a Telenkefalon a többi rovására, és a Telenkefalon ezáltal kezdi befedni a mögötte levő például a mezenkefalont. Itt jól látszik a tektum például, a két értéleknél vagy a hüllőknél, ez a két nagy sárga tudor. És kezdetben a primitívebb emlősöknél is még a Telenkefalon sima felszínű, és ahogy a neuronok száma növekszik, elkezdődik a barázdálódás, tehát például magasabb szintűek emlősöknél, mint a macska, ott már víruszokat és szurkuszokat látunk. A madarak hiányoznak ebből a sorból, de itt van egy fotó, amit tettem, természetesen a madaraknak is még csak sima a telenkefalonjuk, hatalmas még a cerebellum, hiszen nem nőtt akkor át a telenkefalon, hogy azt beborítsa. És hát ugye a tektum is még a madaraknál fontos, hiszen a vizuális rendszer rendkívül fejlett. Aztán az embernél ugye nyilván a legjobban kifejlett a telenkefalon, itt van a legnagyobb barátság, és ezáltal jönnek ugye a víruszok és szurkuszok létre. És ha tovább haladunk a telenkefalonon belül, akkor még ott is három külön kéreg típus lehet megkülönböztetni. Lehet látni, hogy a telenkefalon ürege vastagszik, nem egyforma mértékben differenciálódik minden irányban. Az alsó részén vastagszik elsősorban kezdetben, itt jön létre a striátum, amit ugye törzsuszoknál tanultunk, és emellett a kortexnek is még három típusát lehet megkülönböztetni. A legősibb kortex, vagy mert paleokortex, ha hozzáteszük a fehér állományt, akkor paleopalliumnak nevezzük. Ez igazából az alja a telenkefalonnak, kékkel van jelölve, és egyre kisebb lesz relatíve, de még mindig, ahogy az emlősök felé haladunk, megtalálható az alsó részén, emberben is majd meg lesz, engem mutatom a következő ábrán. És ez igazából a szaglóagyat jelenti, a Rhinenkefalon más néven, ide bulbus olfactorius és a hozzátartozó kéregterület lesz, tehát például a temporális lebenyben, ugye az ungus tanultuk, mint szaglókortex. Aztán a következő az archikortex, archeokortex, a hozzátartozó fejállományjal archipallium, ez virágból van jelölve, ez inkább a mediális részén van a hemiszfériumoknak, és emlősökben is természetesen megvan, még nem csak alul lesz jelen, mint ahogy majd látjuk az embernél, hanem itt fölül is jelentős. Ide tartozik a hippocampus formációból az Ammon szarv, aztán az innen kiinduló fornix, mint egy fehér állományú pálya, és az indusium griseum is ugye a kallózumnak a tetején. A legjelentősebb aztán az evolúció során emlősökben ezzel a fekete csíkkal jelölt neokortex lesz, hozzá a fehér állományú levét neopalliumnak nevezzük, lehet látni, hogy már itt is megjelenik a hüllőknél, de aztán az emlősöknél fejlődik ez tovább. És hát gyakorlatilag, amit tanultunk makroszkópiából, vírusok nevezik tanát, ezek a vírusok mind a neokortexhez tartoznak, még a rejtett kéreg is az inzula. Szövettanilag, majd látjuk a megfelelő struktúrákat, az első kettő, tehát a két ősibb kéregterülethez tartozó szövettani fogalom az allokortex, a neokortexhez tartozó szövettani fogalom pedig az izokortex lesz. A mi gyűjteményünkben csak az izokortexből látunk majd példát. Tehát emberben, ha megnézzük, akkor jelen van a legősibb kortikális rész, a paleokortex, ami tehát a szaglóagynak felel meg, ez körülbelül az unkusz lenne a temporális lebenyben. Aztán az areakortex, amely a hippocampuszt jelenti, ugye ez is megtalálható a temporális lebenyben, tehát gyakorlatilag a temporális lebeny mediális részén
van a legősibb agyterületünk. Ugye ez az induziumrizum akar lenni, amely a corpus callosum fölött van, tehát emberben is azért még egy kis szürkállomány található rajta a corpus callosumon, és a többi pedig gyakorlatilag, amit tanultunk, mint vírusok, az a neokortexhez tartozik. Annyit szeretnék megemlíteni még érdekességképpen, bár mondok azt, mert már említette az előadásán, hogy a temporális lebeny az egyetlen, itt a legősibb kérekterületek, ahol még új neuronok képzése felnőttben is lehetséges. Zölden lehet látni a striátumot, ugye ez aránylag hamar alakul ki a telenkefalon falából, és ahogy tegnap is említettem, a kapszolintán a kifejlődésével ketté válik, a nucleus caudatusra és a lentiformis külső részére a putánerre, a kettőt együtt hívjuk striátumnak. Szövettanilag az izokortexet látják itt, ami hat rétegű, tehát a neokortex szövettani képe az izokortex. Legfelül megint egy relatíve sejtszegény területet látunk, a stratum plexiformét, más nomenklatúrával lehet nevezni molekulárénak, mint a kisagynál is volt, vagy zonálénak. Aztán jön egy relatíve inkább internonokban gazdag terület, a stratum granulosum externum, aztán jön inkább egy piramis sejtekben dúsabb terület, a stratum piramidale externum, aztán jön megint inkább internonokban gazdag terület, a stratum granulosum internum, megint piramis sejtek területe jön inkább, ami nagyobbak lennének, mint az előző volt, tehát ezt hívjuk stratum piramidale internumnak vagy gangliozumnak, és legalul a legvastagabb réteg a stratum multiforme. Gyakorlatilag mindenütt lehet látni piramis sejteket és internonokat, csak bizonyos dominanciákban különböznek. Ez egy Golgi festésnek a sémás ábrája, tehát a neuronok és nyúlványok is látszanak. A Nissl festés ugye a perikarionokat és a pendjetek kezdetét fogják kihozni, és ez pedig a Wenger-féle fejrállomány festés, például nem találkozunk az órán. A sejttípusokra térve, tehát a kulcs sejtje a kéregnek a piramis sejt, szeretném mindjárt nagyon fontosan, vagy kihangsúlyozni, hogy hatalmas különbség van a kisagy fő sejtjével szemben, a purkinje sejttel szemben, ami ott gátló volt, tehát a purkinje sejtből gaba szabadul fel, ezzel szemben a piramis sejt a kéregben excitatorikus, ennek a fő transzmittere az glutamát, esetleg aszpartát, de elsősorban glutamátot kell említeni. Az összes többi típus az interneuron, tehát nem hagyja el a kérget, különféle módon húzódik, rendeződik el. Van például a horizontális sejt, ami tehát keresztbe terjeszkedik, például az egyes zónát látjuk. Aztán van a fuziformis sejt, amely függőlegesen köt össze különféle neuronokat. Van a kisagynál is ismert csillagsejt, illetve kosársejt, a formája alapján hasonló. Aztán van az érdekes a Martinotti, ami hatos rétegből indul és szárad fel az axonnyelv egészen az első rétegbe, majd ott elágazódik. És hát vannak ilyen neurobiaform sejtek is, amelyek virához hasonló, ugye, mint például a plazmás asztrocita volt, azonban ez neuron. És ezek többsége gyakorlatilag gátló, és ezek mind a kollaterális gátlásban játszanak szerepet, mint ahogy láttuk ezt a jelenséget a kisagy esetében is. Tehát a piramis még egyszer excitatorikus, tehát glutamátot szabadult fel elsősorban. Nézzük meg a piramis sejt lehetséges végződéseit. Van egy olyan szabály, hogy a főjebb, tehát a felületesebben elhelyezkedő piramis sejtek, stratum piramidal externumban kisebb méretűek, és ehhez egy kisebb vagy hosszabb, rövidebb axon tartozik. Ezek fogják a kérget el nem hagyó pályákat alkotni, azaz a komisszurális és az asszociációs pályákat, ami pedig a mélyebben, az ötös rétegben található piramis rétegek rétegét jelenti. Ezeknek az axonjai elhagyják a kérget, és leszálló projekciós pályákat képeznek. Hasonlóképpen az afferensek is két csoportra oszthatók. A szélén látjuk azokat, amelyek egész fölmennek az első, illetve a második rétegben. Ezek lesznek a kortex más területéről érkező afferensek.
és látjuk középen felmenő kék afferenst, amely elsősorban a négyes rétegben ágazódik el, ez pedig a felszálló projekciós pályáknak a végződését mutatja. Ugye látjuk, hogy ezek elsősorban a internálnakon végződnek. Ezen a sémás szövettani képen, illetőleg listán próbálom elmondani a szabályt, hogy az y-terális kortikokortikális pályák, azaz az asszociációs pályák eredése elsősorban a hármas rétegben van, tehát a külső piramis rétegben, végződése pedig máshol, de ugyanazon féltekén belül, y-terálisan tehát, az elsősorban a második rétegben, tehát a stratum granulosum externumban van. A kontralaterális kortikokortikális pályák, vagy komiszorális pályák hasonlóképpen vannak, eredésük a hármas rétegben, végződésük a túloldalon, főemlősökben identikus pontokban, elsősorban a második rétegben, tehát stratum granulosum externumban. Aztán jönnek a leszállott projekciós pályák, vagy kortikoszubkortikális pályák, amelyek elsősorban az ötös rétegből indulnak, érdekes módon azonban az óriás sejtek, a becsféle óriás piramis sejtek csak max. 3%-ban adnak ehhez axonokat. A piramis pályát tekintve, ugyanis a legfőbb leszálló projekciós pálya a piramis pályának két része van, kortikonukleáris és kortikospinális. Ezen kívül tanultuk már a tractus corticopontinust, a kisagyhoz menő legfontosabb afferens formájában, illetve abból folytatódó, hogy egy tractus ponto cerebellaris volt megemlítve. Aztán a törzsicoknak a bemeneti kapujához tartó tractus corticostriatalis, ezen kívül említettem a kapszula internálnál a tractus corticorubralis, a nucleus subarishez, van ugyanígy a nucleus olivaris inferioris, a tractus corticolivaris, és ugye, mint mindenhonnan a formáció reticularis kap információt, így természetesen a cortex felől is, tractus corticoreticularis formájában. A kortikotalamikus pálya az elsősorban inkább a stratum multiformaiból, tehát hatos rétegből indul. És a felszálló projekciós pályák, ugye van egy szabály, ha megyünk a kortexhez, akkor a talamuszból kell, hogy induljunk, tehát gyakorlatilag ide a radiáció talamik tartoznak, illetőleg hasonlóképpen a radiáció akusztika és optika is. Ezek elsősorban a négyes rétegben végződnek, tehát a stratum granulosum internumban. Ez hasonlót mutat, tehát vannak a kortikokortikális afferensek, világos kékkel az első két rétegben végződve, tehát ide az asszociációs komiszorális pályák, a talamokortikális vagy radiáció talamik, azok a négyes réteghez mennek föl, és a kiindulás pedig, említettem, ugyancsak a két nagy piramidális réteg, az externum, illetve internum, az externum adja a kimenő asszociációs és komiszorális pályák axonokat, az ötös rétegben lévő piramis rétegek pedig a leszálló projekciós pályákat. Tehát abból lesz a kortikoszubkortikális. Be van jelölve még egy-két interneuron, ezek között van, ami új, ez a Whitefield nevezetű interneuron, aminek széles a recepciós szögmája. Frany Tamástól a Kísérletes Orvostanulmányi Kutatóintézet vezetőjétől van ez a pár adat. A teljes agykéregnek a felszíne 2 négyzetméter, vastagsága 2-3 mm. A neuronok számához elég tág intervallumot tettem. A Szent Ágatai könyv még 10 milliárdra besülte, Tamás 100 milliárdot mondott. Azóta hallottam 2 évvel ezelőtt a Nobel-díjas Mosner házaspártól, hogy akik meg voltak Hibra-Pitch-re, hogy 86 milliárd a neuronok száma. Egyébként ez elég nehéz ez a technika, hogy hogyan tudjuk ezt fölbecsülni, hiszen az egyes agyterületeken különbözők a neuronok számai, illetőleg például a Golgi-val, amivel lehet látni teljes mértékben az idegsejtek, csak bizonyos sejtek vizualizálódnak, tehát nem látjuk a neuronok egy részét. Az a szellemes technika, amivel végül is ezt a precízebb számot ki tudták hozni, az azt használta, hogy bedarálták gyakorlatilag az egész agyat, és a sejtmembránt feloldva a sejtmagokat számolták meg, nyilván festési eljárással.
Ami érdekes még, hogy egy axon 40-60 ezer szinapszist képez, és egy neuronon pedig 10-100 ezer szinapszis van, tehát igazából egy hatalmas konvergencia és divergencia található a neuronon kapcsán. Lesz még olyan neuron, illetve már beszéltünk is róla, például a pulkkényesejtől 175 ezer szinapszis van a paralelosokkal, tehát az még ennél is több. Na most egy másik érdekes adat, hogy ugye fontos a tüzelésnek a szinkronja, hogyha ez 2 millisekundum hát különbségen belül van a két neuron konvergenciája tüzelés tekintve, akkor az erősítést jelent, tehát például a memória így lesz beégetve, tanuláshoz fontos, ha viszont ez 10 millisekundumnál nagyobb, akkor az gátló jellegű lesz. Hatalmas gátló sejtek vannak például a hipokampusz területén, ezek a szuperpolipok. Tamás úgy magyarázta, hogy ezek szinkronizálják igazából a szinkronúszókat, mint szuperpolipok, hogy mikor tudnak felbukkanni a víz felszínére. Tehát a gátló sejteknek sokszor a neuronok tüzelésnek szinkronizációban játszanak, vagy van szerepük. A másik érdekesség, hogy szemben a kis aggyal, ahol a Golgi sejt egy funkcionális és egyben morfológiai egységet is képezett, itt nem látunk morfológiai egységet, csak funkcionális egységet, ezeket kolónának nevezzük. Ennek egyébként a száma is nyilván ez miatt, hiszen a neuronok száma is változó volt, eltérő a könyvenként. Minden esetre itt lehet látni egy ilyen kolónát, látszik, hogy ide mint piramisérdek, mint pedig az internálok is tartoznak. Hát ez hazai vonatkozású érdekesség. Az idegtudományok Pécsről mondhatni indultak ki annak idején, és ugye anatómián Szántágati professzor úr vezetésével, élettanon Brastján professzor úr vezetésével, mind a kettő világhírű tudós volt, többször voltak fölterjesztve Nobel-díjra, most nem akarok ebbe belemenni, miért nem kapták végül is meg, mint egy kárpótlásként az ő tanítványait kapták meg elsőként az agyi Nobel-díjat. The Brain Prize-t 2011-ben hozták először létre Dán alapítványból, és ezek közül Buzsáki György volt itt az Élettanintézetben, mint Grastján tanítvány, Frony Tamás és Somogyi Péter pedig Szentágazai tanítványok. Ezek közül Somogyi Péter Oxfordban dolgozik is az egyik kutatóintézetben, Frony Tamás pedig Budapesten. Hát elsősorban a hipokampusz, mint egy primitívebb, ugye kéreg terület, feltérképezéséért kapták ezt a díjat, mind morfológiai, mind funkcionális aspektusból. Buzsáki Györgynek van egy olyan találmánya most, kifejlesztettek Amerikában egy olyan igazából celofánhoz hasonló anyagból egy 1 milliméteres nagyságú struktúrát, a neurogridet, amiben 120 elektródát tudtak beletenni, és ez gyakorlatilag, mivel képlékeny, az agy bármelyik felületére rá lehet helyezni, és követi az agy felszínt, és ez talán a legpontosabb most az agyi elektronikus jelek felvételére. Hát ez hasonló ünnepségen történt, az agy díj átadása 2011-ben, aztán részben barátok, részben tanítványok, a norvég házaspár Edvard és Maybrit Mosner Trondheimből és a harmadik Nobel-díjas John O'Keefe, tehát egy közös vacsorán, illetőleg aztán hát vannak még más agydíjasok is. Ők pedig a úgymond itthoni magyarok, hát ugye Buzsáki Györgyről említettem, ő Amerikában él, Frony Tamás többször említettem, Palkovics Miklós anatómus professzor, talán ő ismeri legjobban az agyat morfológiában a világon, és Vizél Szilveszter professzor, ő volt a Tudományos Akadémiának is az elnöke sokáig, egyébként ő is Pécset végzett. Visszatérve a kéregre, a neokortexen belül, ugye születően az izokortexen belül is többféle mintázat létezik. A mi óráinkon, a mi metszeteinkben az agranuláris és a granuláris, tehát az 1-es és a 4-es számokkal jelzett zónát látjuk majd közös metszetben, a sulcus centralis két oldalán, tehát az elsődleges motoros és az elsődleges érzőközpontot. Az elsődleges motoros az agranuláris jellemző, azaz relatíve
kevés interneuron van, inkább piramisejtek dominálnak, míg a szomatoszenzoros kéregre, tehát a vírus postcentralisra a koronális jelleg jellemző, ahol elsősorban interneuron lesznek, és kisebb számban van benne a piramisejtek, persze mindegyben mindenik van. Amit esetleg érdekességként mondok, hogy itt hátul az ötös réteg a poláris típust mutatja, ilyen metszetünk nincsen, de makroszkópiából láttuk a négyes rétegnek a kiszélesedését, olyan sok afferens végződik itt, hogy makroszkópusan is kis fehér csíkot láttunk a szürke alományban, amit Jenner-féle csíkolatnak neveztek el. Ezek tisztel festéses eljárással készült képek, a motoros vagy agronális és a szenzoros vagy granuláris kéregből. Hát ugye elég nehéz itt a rétegeket különválasztani, a motorosnál még valamennyire lehet, ugye az első réteg az aránylag világos, tehát az jobban elkülöníthető, de a másodiktól aztán lefelé, hát már ugye bajunk lehet, nem is szoktuk ezt annyira nyilván szigorúan kérdezni, mert nem is lehet elhatárolni. Ahol egy kicsit tömöttebbek a sejtek, az lesz a stratum granulozum externum, ahol kicsit megint úgymond hígabbá válik az a stratum granulozum, vagy a stratum piramidál externum, itt lehet látni egy piramisejt egy kisebb méretben. Aztán ami támpont az ötös zóna, ahol a nagyobb piramisejtek vannak, így aztán fölötte a stratum granulozum internum volna a négyes réteggel, a stratum piramidálra internum vagy ganglionálra az ötös réteg, és a maradék az a stratum multiforme. A szenzoros kéreg esetében még nagyobb gondunk van, ugye az egyes zónát látjuk, de aztán azon belül, hogy lehet szétválasztani a rétegeket, nyilván nem nagyon tudjuk, ugyanis itt az ötös réteg nem annyira evidens, hiszen kisebbek a piramis sejtek, nem annyira jól kiemelkedőek, mint az előbb a becsféle óriás piramis sejtek voltak, azért valamit rá lehet látni itt is nagyobb sejteket, ez lenne tehát az ötös zóna. A multiforme kisebb, mint a motoros kéregnél, ez már a fehér állomány, tehát az teljes vastagsága is kisebb motoros kéregnél összehasonlítva. Órai metszetenkből ennyi szó, Golgi festéses eljárással készült kép. Jól látszik a Nissel szemcsézettség, a nagyméretű endoplazmás retikulum, mind a perikáriumban, mint a dendrit nyúlványok kezdetén. Itt pedig Golgival a teljes nyúlványrendszer látható. A piramisejtnek van egy úgynevezett apikális dendritje, ami felszáll az egyes rétegben, és van a bazális dendritje, amely a perikarion szintjében ágazódik el körkörösen, és aztán van egy vékonyabb, az apikális dendrittel ellentétes oldalon induló axonja, ami aztán hát attól függ, hogy melyik rétegben helyezkedik el, ugye lehet asszociációs komisszurális, vagy pedig projekciós pályának az indulása. A Brodmann áriákról is mindenki hallott már, 52 Brodmann ária van, ezek közül ugye a 4-est, a 6-ost, a 8-ast említettük, a 3-1-2-t, aztán a Broca a 44-45-össel, akkor a Heschel a 41, a másodlagos akusztikus központ 42, itt mögötte helyezkedik el a Wernicke, tágabb értelmezésben, ugye szűkebben a 22-es, de hozzátesszük a Irus angularis meg a supramarginalis, akkor ez a Wernicke-nek a tágabb értelmezése. Itt az akusztikus, itt a vizuális, itt pedig a szomatoszenzoros interpretáció történik meg a szövegértelmezésnek. Hátul ugye az elsőleges látó, másodlagos, a többi harmadlagos, tehát 17-18-19-es zónákat látjuk, ugye a megyes felszínen is valamennyire ezeket lehet követni. A gyrus singuli, mint 24-es zóna, az uncus, mint 34-es, ezeket nem szoktuk kérni, csak itt lehet látni ezeken az ábrákon. Aztán van a homunculus, az emberke reprezentáció a kérekben. Ezt fejtetőre kéne tenni mind a két esetben, ez a motoros, ez pedig az érző homunculus. Ugye ami érdekes, hogy a fejnek, azon belül is a nyelv ajaknak, mind a motoros, mind a szenzoros esetében nagy reprezentációja van, és a felső végtagoknak elsősorban kezet értjük rajta. Gyakorlatilag, ha fejtetőre állítanánk, majdnem ugyanaz az elrendeződés, itt a motorosnál a fej után jön a felső végtag, és utána jön a nyak törzs, itt rendesen van, mintha rendes sorrendben volnának a részeink a testen.
Harán egyszerű képen, a frontális képen lehet látni ugyanezt, tehát mind a motoros, mind a szenzorosnál a fejban a gyrus pre, illetve postcentralisnak a legalsó részén, aztán jön a felső végtag, abból is a kéz, és látjuk, hogy főleg a motorosnál legalább kétharmadot elfoglal ez a kés struktúrának a felső motoneuron csoportja, és aztán a törzs és az alsó végtag a gyrus precentralis legfőső részére, illetve már a mediális felszínre kerül hasonlóképpen a szenzoros homunculusnál is. Ugye érdekességképpen a genitáliákat mutatom, ugye a motorosnál nincs is semmi genitália reprezentálva, hiszen szomatomotorosan megfelelően a gátizmokat idegezzük be, iszkiokavenózus, bulbus spongiózus. Itt is szenzorosan, és ami meglepő, milyen kis reprezentáció van a fejhez, illetve a kézhez képest, tehát igazából a finom tapintás az hiányzik. Ez egy modern technikával, a funkcionális MR technikával készült felvétel sorozat, ahol jól lehet látni a mozgás reprezentáciát, tehát a különféle izmok reprezentációját mozgás során, tehát a láb legfelül van a fissura longitudinalis cerebri mentén, illetve részben mediális felszínen, és ahogy megyünk lefelé, tehát a könyök flexiója már lejjebb van a konvexitáson, és a végén az ajak van. Ugye legalább ezt lehet jól követni. Ez egy még durvább, úgy értem finomabb beosztású kép a központokra. Nyilván nem kell tudni, csak érzékeltetem igazából, hogy amit tanulunk, az csak egy felületes központ sor. Itt például a 3-1-2 belül is vannak ugye eloszlások, a 3-as zóna a fájdalom és a hő, aztán az 1-es a nyomás, tapintás és a kinesztetikus érzés, az van leghátul a 2-es, tehát így van értelme ennek a három kis rétegnek a szomatoszenzoroson belül. Hát aztán, amit szeretnék kihangsúlyozni, amit itt beszéltünk a Wernicke-ára mentén, tágabb értelemben, ugye ebben sokkal bonyolultabb érzéskvalitások is vannak, komplexebbek, tehát például a térben való tájékozódás, stereognózia, akkor a testen való tájékozódás, jobb vagy bal fél, tehát ezek ilyen helyeken találhatók. Tehát itt lézió van, akkor például ezek kieshetnek. Hát ugye csak a body ergot mondom, hogy érdekességképpen a gyrus cinguli, mint a limbikus rendszer része ehhez tartozik, a szaglás pedig ezen területen van, a gyrus temporalis, vagyis a kevonulnán parahipokampális mediális részén. Az úgynevezett asszociációs pályákról még talán nem volt szó részletesen, és ezért gondoltam, hogy ezeket hozzáteszem. Ugye ez egy féltekén belül ipszilaterálisan köt össze különféle kérgi központokat. Vannak ezek közül hosszúabbak, tehát például a fasciculus longitudinalis superior, a frontális és az occipitális lebeny között oda-vissza tartalmaz axon kötegeket. Aztán van olyan, hogy fasciculus longitudinalis inferior, ez a temporális lebeny és occipitális lebeny közötti reciprok kapcsolatot foglalja magába. Amit tanítunk még, ez a fasciculus uncinatus, ami a frontális és a temporális lebeny köti össze. Érdekességképpen ez a hosszabb kampószerű, ez a fasciculus arcuatus, igazából a Wernicke-t a Broca irányába köti össze, és a beszédnél használjuk. A legrövidebbek nincsenek föltüntetve, akár két szomszédos gyrus között is, ezek lennének a fibrén arcuaték. A beszédhez ezt a fasciculus arcuatust használjuk, a Wernicke és a Broca összekapcsolására. Azután ez mint fibré arcuaté folytatódik, tehát itt hozzuk létre a parancsot a beszédhez, de maga az artikuláció, tehát az izmok mozgatása, ugye a motoros központ legalsó részén, ahol a nyelv mélyége, tehát a fejterülete van reprezentálva, oda kell küldeni az információt. Ezek szomszédok, rövidek, rövid összeköttetéssel, tehát ez a fibré arcuatéhoz tartozik. Hasonlóképpen a Wernicke és a mélyben a Hessel vírus közötti kapcsolat is jelen. Több komisszulális pályát is tanultunk, ugye a legjobban fejlett a neokortexhez tartozóan a corpus callosum, de vannak primitívebb agyterületekhez, kérekterületekhez tartozó komisszurák, a commissura anteriori a szaglóagyat köti össze egymással, a commissura hippocampi vagy fornicis,
az pedig a hippokampuszt, és aztán ugye itt látjuk a corpus callosumot. Commissura ganularumot csak ide tettem zárójelbe, nem akarok belemenni most, hogy mitől lesz ez is telenkefalikus központokat összekötő commissura, igazából Astria medullaris és Astria terminalis kétoldali használatával. És aztán a projekciós pályák a kapszol internában, ezt részletesen beszéltük a korábbi előadáson. Végezetül egy érdekes jelenség, ugye a két féltekének a dominanciában való eltérés, a baloldali féltek a logikus gondolkodás, matematikai központ, nyelvközpont, a jobboldali pedig a művészi, a zenei agy, a képzelet, ugye itt teljesedik ki inkább, tehát ezek eltérő módon vannak reprezentálva a két féltekén. Ezt egyébként összehangolja a két féltekek között a corpus callosum. Most ha ezt valamiatt átvágják, ez egy modernebb változat a féltekei dominanciának bal és a jobb oldalon, és vetettem érdekességképpen. Tehát ha valamiatt átvágják a corpus callosumot, ugye nem csak úgy át szokták vágni, hanem például a epilepsziánál ne terjedjen át az egyik oldal a másikra, vagy van, aki corpus callosum agenéziával születik, akkor ugye az úgynevezett hasított agy, split brain áll elő, amit Nobel-díjat kaptak, 61-ben Sperry, a Jánosi leírásáért. Ugye érdekes módon például bevillantják az illetőnek, nem látja ezen paraván mögött, hogy milyen tárgyak vannak, hogy fogja meg a labdát, akkor azt képes megfogni. Ugye a bal kezét jobb oldalra irányítja, de a piramis pálya az nem a corpus callosumon keresztül át, hanem a dekusszáció piramidumban például, tehát át tud kereszteződni. És amikor meg kell nevezni a tárgyat, akkor ugye az érzet, tehát hogy az egy gömbforma, az megint átkereszteződik, és ugyancsak a corpus callosum alatt, tehát a jobb féltekébe. Azonban amikor meg kell nevezni, hogy mit fogott meg, akkor át kell küldeni a parancsot a jobb féltekéből, a bal féltekéből, ott van általában a motoros, veszélymotoros központ, az már zavart szenvedés nem tudja megnevezni.